Jó estét kívánunk, köszöntünk mindenkit innen a Nemzeti Színházból. Jó estét kívánunk, köszöntünk mindenkit innen a Nemzeti Színházból ismét. Köszöntünk mindenkit ismét innen a Nemzeti Színházból. Köszöntünk mindenkit innen a Nemzeti Színházból. Idén immáron negyedjére kerül megrendezésre a Nemzeti Verseny. És senki nem tudja, hogy negyedjére próbálkoztuk, hogy ezt felvegyük, de most már végre sikerül. Így a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete közös versmondó és versvideó versenyének a perspektíváját tágítandó. Úgy álltunk, hogy mögöttünk szép nagy perspektíva látható legyen, mármint a Művészetek Palotája és a Lágymányosi Híd helyett. Mi ketten, Bakos Kis Gábor és... Lutter Imre. Na így van. Mi a tematika? A rendszerváltoztatás költészetéből várunk egy verset. A második vers a centenárium miatt, vagy Ady Endre költészetére, vagy éppen a 30 éves halálozás évfordulóhoz kötődően Vörös Sándor költészetére kell, hogy épüljön. Várunk egy verset egy klasszikus magyar költőtől, kivéve értelemszerűen Ady Endrét és Vörös Sándort. Most bármelyik magyar költő, magyar, már megjelent magyar verse szerepelhet itt a repertoárban negyedik versként. Idén ismét három fordulós a Nemzeti Verseny. Az első fordulóban mindenkitől egy vers videót várunk. Költő vagyok. Egy szürke dalban egy szent szürke élet. És bánni fogod, hogy bántasz. A második forduló az már a versklip. Az ember kitartóan felejt, ha meg nem is bocsát. A betört ablakok takarásában kacértek napok homályos inge villan. Kopott hálók. A beszáradt ég aljának darabja. Hogy kiáltná bőgve, mi a mellé? Krisztusom! Hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Ebben kell higgyek. És ezért kell. Ezért nem adhatlak fel. És a harmadik forduló természetesen az élő szuperdöntő a Nemzeti Színház színpadán. Még egy nagyon fontos dolog, hogy a zsűri idén is 5 tagból áll. Itt áll mellettem a zsűri egyik jeles képviselője, Lutter Imre. A másik jeles képviselő, Bakos Kis Gábor. Szabó László ismét a zsűri tagja lesz innen a Nemzeti Színházból. Kis László a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, a negyedik zsűri tag. És ki az ötödik? Ötödikként pedig Udvaros Dorottya csatlakozott a grémiumhoz. A szuperdöntőt a Nemzeti Színházból élőben közvetítjük a Nemzeti Verseny Facebook oldalán, ahol 25 versenyző, 25 versklipjét és 50 versmondását láthatjuk. Közélet, szerelem, hit és játék. Színpadon és vászon az élet és vele a költészet. Mert a dolgok változnak, a vers változik.